Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a Dériné Kulturális Központban. Hamarosan kezdődik a Kovács Tehetségpont, a Víz Karcag Életében projektnek a rendezvénye. Lévainé Kovács Rózával, a Kovács Tehetségpont szakmai vezetőjével beszélgetünk. Mi is ez a mai nap pontosan, miről is szól? Ez a Kovács Tehetségpont tehetségnapja. Igazából a tehetségpontok hálózatának március 23-a a nagy neves napja, akkor van a tehetségnap Bartók Béla születés napjára időzítve, Bartók Bélára emlékezve. Mi akkor egy Ki mit tudott tartunk, a Ki mit tudon különböző művészeti ágakban mutatják be diákjaink a tehetségüket, és ilyenkor év végéhez közeledve pedig a tehetségkörökben dolgozó gyerekek mutatják be, hogy évközben mit is végeztek. Igazából ezt jelenti nálunk a tehetségnap. Egy kicsit már a következő évre is gondolunk azzal, hogy próbáljuk bemutatni a gyerekeknek, milyen tehetséggondozó foglalkozások közül válogathatnak. Ez az egyik vonulata a mai programnak, a másik pedig ez a bizonyos a Víz Karcag Életében. Van egy nemzeti tehetségprogram keretében kiírt pályázat, amin nyertünk a tehetségpontunk 900 ezer forint visszanemtérítendő támogatást nyert a tehetséggondozásra, és ennek keretében a vízhez és karcaghoz kötődő feladatokat oldottunk meg. Például voltunk a kutatóintézetben, Szent Annai középiskola laboratóriumában, mértek a gyerekek talajvizsgálat, vízvizsgálat. Tehát minden olyan foglalkozás kötődött a vízhez, meg karcaghoz. Aztán volt, egy kicsit messzebbre is mentünk, volt egy háromnapos tiszatavi kirándulás, táborozás. Annak meg az volt az apropója, hogy egy kicsit ismerjék meg a gyerekek, milyen az a mocsár, meg egyáltalán mit hozott a Tisza szabályozása a város életében, mert tudjuk jól, hogy valamikor Karcagra is ellátogatott a Tisza, hogy mennyiben változtatta meg az itt élő emberek életét, tehát ez volt az apropó. Jártunk a fürdőbe, a fürdőfelújítás kapcsán, és így tovább. Tehát sok-sok izgalmas feladat várt a gyerekekre, és igazából ennek a pályázatnak a lezárása is egy kicsit ez a mai nap. Itt látjuk, hogy vannak mögöttünk rajzok, itt a színpadon már készülődtek a kísérletezéshez, tehát azt hiszem, hogy ez is mind arról szól, amiről beszéltünk, a víz és az ehhez kapcsolódó mindenféle olyan dologról, amivel meg lehet fogni a gyerekeket, hogy szeressék ezt a szép tárgyat, ami fizika, kémia, ami kicsit elvontabb az ő számukra elsőre. A rajzok, minden tehetségnapot azzal kezdünk, hogy egy-két tehetséges diák rajzait bemutatjuk, mert hát azért nem vagyunk annyira szakbarbárok, egy kicsit próbáljuk felkarolni a művészetekben tehetséges gyerekeket is, illetve voltak olyanok, akik a vízpályázathoz kapcsolódóan meghirdetett tanulói pályázatra adtak be munkát, volt egy helytörténeti pályázat, mindkét pályázatnak most lesz a díjkiosztója, a rendezvényfotós a pályázathoz még majd keressük azokat a nagyon ügyes fotósokat, még annyira zsúfolt volt ez az utóbbi időszak, hogy még nem tudtuk kiválogatni a legjobb képeket, de még ebben a tanévben erre is sor fog kerülni, tehát azért több oldalról megmutatkozhatnak a gyerekek. És a kísérleti összeállítás, ez pedig a fizika körnek. Most a kísérleti bemutatójához készítettük elő az eszközöket. Most igyekeztünk úgy válogatni a kísérleteket, hogy azok is egy kicsit a vízhez kötődjenek. Azt hiszem, hogy izgalmas másfél-két óra elé néznek itt a jelenlévők, akik már így gyülekeznek is. Én azt kívánom, hogy sok kovácsos tehetség legyen jövő tanévben is. Köszönjük szépen!